A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Ilyenkor Jézus feltámadását ünneplik szerte a világon. És hogy ezt miként is ünneplik a katolikus egyház tagjai, azt Sümegi József, bátaszéki katolikus diakónus mondja el. A húsvét a keresztény világ, az egyetemes keresztény világnak is a legnagyobb ünnepe, hiszen Jézus szenvedésének, megváltói halálának és feltámadásának az emlékét ünnepli ilyenkor a keresztény világ. Mi katolikusok is, ugye nálunk ez az ünnepkör, ez magával a szenvedés vasárnapjával, virág vasárnappal kezdődik, és ugye húsvét hétfővel fejeződik be. És ez egy nagyon színes és egy nagyon szép liturgiai hagyományokkal kialakult, vagy liturgiai hagyományok alapján kialakult ünnepkör tartozik ehhez. Ugye virágvasárnap a barkaszenteléssel, a körmenettel, ekkor Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A nagycsütörtök az utolsó vacsora emléke, tulajdonképpen az oltári szentség alapítása, az egyház alapításának az ünnepe is, amikor este az utolsó vacsora emlékére mutat be az egyház egy ünnepi szentmisét. Nagypéntek ugye Jézus szenvedésének az emléknapja. Ehhez kapcsolódik a katolikus világban egyrészt a keresztútjárás. Ilyenkor kimegyünk a kálváriákra, végigjárjuk Jézus szenvedésének állomásait, állomásain végigkísérve a keresztutat, majd a templomokban pedig egy csonka liturgia van, hiszen Jézus ezen a napon halott, ezért az egyház nem mutat be szentmisét. Ezen a napon Jézus passióját olvassák vagy éneklik a templomokban, egy hosszabb könyörgés, illetve a kereszt kerül középpontba, hiszen Jézus kereszten halt meg értünk, ezzel a kereszttel váltott meg bennünket a bűntől, ezért a kereszt előtt az ősidőktől, az ősi egyházi hagyományokhoz visszanyúlva, jeruzsálemi ősi hagyományokhoz visszanyúlva a kereszt előtti hódolat kapcsolódik ehhez a liturgiához, illetve a Szent Sír állításnak a szokása, amely visszamegy egészen a középkori katolikus hagyományig. Az idei évben a pandémia miatt kicsit másképp fog zajlani a húsvéti ünnep. Az idén nem egészen így lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a megyés főpásztoroknak a hatáskörébe utalta azt, hogy milyen szertartás, illetve tehát, hogy tartanak-e szentmiséket. Ugye mi egyházmegyékben szentmiség tarthatók, viszont a járványügyi szabályokhoz hozzátartozik az, hogy nagyobb tömörülés, így például körmenetek nem lehetnek. Ezért csináljuk például azt már a Nagybőjtben is, és így lesz majd a Szent Háromnapban is, hogy például a keresztutakat is úgy végezzük, hogy nem megy mindenki körmenetszerűen körbe, akár a templomban is, hanem egy helyen állnak az emberek, csak a pap megy körbe, illetve bátán például kivetítjük a keresztutat. A barkaszentelés is hasonló módon lesz, tehát mindenki megkapja a barkát a kezébe, áll a helyén, a pap pedig az oltártól megáldja, és minden valószínűség szerint így lesz a feltámadási szertartás is, ahol körmenet nem lehet, viszont az ünneplés ez nem kisebbíti, hiszen maga a közösség együttesen a szentmisében meg tudja ünnepelni Jézus feltámadását, és egy szentségi áldással lehet zárni ezt a szentmisét. Fekete Zoltán református lelkész online formában tartja meg a húsvétot. Hát már november óta így van. Konferencia hívásban hívom a híveket, van 7 csoportom, ebből egy konfirmandus, a többi az a felnőtt gyülekezet, és van ezen belül van még egy Facebookos csoportszoba. Tehát így körülbelül a 40-50 közötti emberrel tudok most már kapcsolatot tartani. Ilyen igei alkalmak, mint van benne éneklés, imádság is. Általában egy órásak, nagyon, nagyon tartalmas tud lenni, van arra is idő, hogy ők is hozzászóljanak, közösen imádkozunk. Szóval ez megy hétről hétre, és most húsvétkor is ugyanez lesz. Nagycsütörtökön és húsvét vasárnap lesznek ugyanígy csoportok, amiben fölhívom őket, és arra is lesz lehetőség, hogy úrvacsorával éljenek. Úgyhogy a liturgiát én a telefon egyik végén mondom, ők pedig élhetnek a jegyekkel, amit maguknak előre kikészítettek. Nagypéntek és húsvét, és tulajdonképpen pünkösd elválaszthatatlan egymástól, ez ugyanannak a történetnek a különböző epizódjai. Van egy énekünk, a 356-os református énekeskönyv ének, aminek a második verszak az van megírva, hogy az ősi kígyót, bűnt,
halált, kint poklot, szenvedés jaját legyőzte Jézus mesterünk, ki feltámadott most nekünk, halleluja. Tehát az ősi kígyó, a bűn, a halál, az, ami fölött ő győzelmet aratott. Ott az Édenkertben, a Mózes első könyvében olvassuk, hogy az Úr mondja a kígyónak, hogy majd az asszonynak egy magva, egy leszármazottja, legyőzi őt. És ő pedig a sarkába mar. Tehát látjuk, hogy megsebesítetik majd az eljövendő valaki, egy fiú, ugyanakkor legyőzi mindazt, ami az emberiségben a nagy problémája, hogy bűnbe estünk, és eltávolodtunk Istentől, megrontottuk a szövetséget, és minden jó, ami ebből fakad, azt megrontottuk. És ez a csodálatos ember, aki eljön, ez maga az Isten fia, aki fölveszi magára az emberi természetet, és végigéli azt az életet, amit mi is. 30 néhány éves korában keresztre megy, akarva, és ott kimondja azt, hogy elvégeztetett. És az elvégeztetett mondata, ez összefoglalja mindazt, amiért jött. Amit ott az ősi kígyónak annak idején Isten megmondott, hogy rossz hírként neki, az embernek meg jó hírként. És ebben benne van az ő feltámadása is, és benne van az, hogy a Szent Lelket kiárasztja a pünköskor, ami által mi magunk is ebben az új életben járhatunk. Tehát a három kulcsa, amint gondolkoztam, hogy mit válasszak így az ünnep rövid bemutatására, ennek az ünnepkörnek, azt a János evangéliumából kerestem ki. Az első volt ugye az elvégeztetett, hogy a bűn feletti haragját az Istennek helyettünk akarva Jézus veszi magára. A másik szó, az asszonynak mondja a feltámadott Jézus, Máriának, miért sírsz, abban benne van az, hogy ez megvalósult. Nincs okunk sírni, mert van feltámadás, a halálból visszajövünk. Ezt Jézus hozta meg az embernek, de nem neki volt szüksége, hanem nekünk az embernek. Nekünk adja. A feltámadásra várunk azóta is, hogy eljöjjön. Ő előre ment ebben. És a harmadik szó, az pedig elküldelek titeket, és vegyetek Szent Lelket, szintén János evangélium a 20. fejezetében olvassuk, ami azt jelenti, hogy ennek az örömhírét, hogy Jézus értünk halt és feltámadott, bűneinkre bocsánatot szerzett és új életet, örökké tartó életet, azt annak az örömhírét hirdessék. És ezt saját örömből nem tudjuk tenni, hanem a Szentlélek erejéből, Szentlélek munkájához, és így kapcsolódunk pünkösthöz is. Tehát így teljes a kép, hogy az egyház küldetése, ugye ezt az örömhírt, hogy az az ősi kígyó legyőzetett, a bűn, a pokolból megszabadítatik az ember, ha Krisztushoz megy. És ez nem lehet máshol megtalálni, csak egy személynél, Krisztusnál. Tehát és ezt nem odaadja, hogy vidd el, hanem nála kell lennünk. Tehát aki Krisztusé, aki Krisztusban marad, aki Krisztussal jár, azé mindez. Így egyben, vele együtt. Hát ez az ünnepi üzenet.